A mézes kalács ma már jobbára a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, pedig régen búcsúfiaként is gyakori ajándéknak számított a szépen díszített szív vagy katona figura. Múcsiban a művelődési házban is belengte a finom édesség illata teret. Lezárult egy szakkör, melyet segítséggel tudtak megvalósítani. A mézes kalács szakkörünk a Múcsi község önkormányzata, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet által jöhetett létre. A helyieket szerettük volna bevonni egy közösségbe, hogy vegyenek részt és megismerhessék a különböző mesterségeket. Rendes iskolai végzettségem cukrász, és ezáltal közelem hozzám, és így ezáltal sokkal többet tudtam én is nekik segíteni, megmutathattam én is a különböző fortélyokat neki, leginkább ezért választottuk. Ezek a szakkörök heti egyszeri rendszerességgel jöttek létre itt a helyi művelődési házban. Egy foglalkozás körülbelül 3 óra intervallum volt, attól függ, hogy milyen folyamatokat kellett nekik elkészíteni. Összesen 20 alkalmat volt kötelező tartani. Sajnos ugye a vírus meg minden egyéb közbe jött, tehát így eléggé hosszadalmas volt, de mondhatom, hogy lehet, hogy fél évben is benne voltunk. Akik elkezdtek, azért volt váltás is közben, de azért kialakult egy kis közösség, akik jelezték, hogy a következő szakkörökön is szeretnének már részt venni. Kötelező volt az 5 fő, tehát a Nemzeti Művelődési Intézet az alapanyagot 5 fő csoportlétszámmal adja ki, és így tartani kellett ugye az 5 főt. Igazából leginkább a puha mézes kalács tésztával foglalkoztunk, legtöbbet azt alkalmaztuk, de mellette még a puszedliket választottuk, és ezek közül is 4 fajtát tudtunk elkészíteni. Ugye a szilvalekvárral töltöttnek is volt azt hiszem 3 formája, és akkor volt egy sima mézes puszedli, amit cukormázzal borítottunk be. Meg volt adva egy séma, amiből lehetett választani. Ez kiterjedt akár 50 féle termékre is, és ezekből 20-at lehetett választani, és ezeket lehetett elkészíteni. A település polgármestere ugyan nem húzott kotint, hogy ő maga is megtanulja a mézes kalács készítés fortéjait, de büszke volt arra, hogy a helyiek közül többen éltek ezzel a lehetőséggel. Gyakorlatilag azért Mucsinak vannak rejtett szépségei, már ugye hát az embereink kitettek magukért, látni azt, hogy mik készültek el, látni azt, hogy kézügyességük az van, és hát attól függetlenül, hogy egy eldugott kis faluban vagyunk, attól függetlenül nagyon szépen és nagyon magas szinten ki tudtuk venni a részünket ebből a munkából. Nagyon édes szájú vagyok, sőt, meg is látogattam őket, mikor készültek a mézes kalácsok, és hát én azért kóstolgattam őket, ellenőriztem, hogy milyen munkát is csináltak, de hát nem volt kifogásom ellene, mert nagyon finomak voltak. Családiásnak mondható, sőt, igazából egymást segítve készítették a mézes kalácsokat. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművelők Egyesületének szövetségével 2021 őszén indult el a szakkör. A felhívásban alapanyagokra és eszközökre pályázhattak a közművelődési intézmények és az önkormányzatok, mint ahogy ezt Mucsiban is tették. Többféle nagyságú települések vannak. A kis településeken általában közösségi szintér van. A közösségi szintér egy szakkörre pályázhatott, a művelődési házak azok 3 szakkört, és az agórák vagy kulturális központok ők 5-öt igényelhettek szakkört, és ezeket indíthatták el. Legnépszerűbb ugye mézes kalács volt, mert pont novemberben indult, és ugye jött a karácsony, és ezért főleg a mézes kalács volt a legnépszerűbb, de a hímzés is, a nemezelés is, a kosárfonással is megpróbálkoztak, a 6 féle szakkör indult különben a megyébe is. Hát a szakkörökön keresztül nem csak a közösségek kovácsolása és a régi szakmák, hanem azért fontos az, hogy nagyon elkényelmesedtünk, valljuk be őszintén, tehát otthon nem igazán állunk neki, vagy hát nagyon sokan nem állnak neki, én mondjuk nagyon szeretek mindenféle régi hagyományokat még áttanítani is, meg megcsinálni is, de sokan nem állnak már neki, inkább elmennek egy mézes kalácsoshoz, és megveszik karácsonyra, mint hogy ők készítsék. És az is célja, hogy ezeket át tudjuk örökíteni az utókornak. A Tamási járásban található Mucsi a jövőben is élni kíván a Nemzeti Művelődési Intézet szakköri lehetőségeivel.